Asztali tenisz, sakk, kézilabda és birkózás. Ezekben a sportágakban mérhették össze erejüket a Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből érkező versenyzők a Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokságon. Berkesz Deján zentai birkózó súlycsoportjában verhetetlennek bizonyult. Ugye lesz ez a jövőd, ez a az Európa-bajnokság, ugye, ami az U15-ös, ott én utolsó éves leszek, arra készülök, meg talán nem arra a VB-re, az ilyen kadett VB lesz, mondjuk arra készülök. A szintén Vajdaságból érkező Horváth Evelin sakkozásban próbálta ki magát Székesfehérváron. Szeretem a sakkban azt, hogy változatos, néha nehéz észrevenni a szituációkat, és nagyon szép a város. A temerini Orosz András asztali teniszben nyerte meg saját kategóriáját. Szeretnék európai és világszinten is a ranglistán ott lenni, a 50-be, vagy akár följebb is, ha lehet. Az idén is sikeres vajdasági csapatot Gyólai Karolina vezette. Nem csak a sportról szól, hanem a gyerekek közötti barátkozásról, de még a hit és a kultúra is mindig beleszövődik ebbe az eseménybe, mivel hogy mindig van valamilyen kultúrműsor, ahol szintén délvidékiek felléptek, illetve hát a mindig istentisztelet is belekapcsolódik ebbe a sporteseménybe. Az esemény főszervezője büszke rá, hogy évről évre óriási tehetségek vesznek részt a küzdelmekben. Aki itt feltűnik, azon nyomba lehet, kérem, akármilyen korosztályos válogatott is. Tehát szélesedik a történet, és akkor a merítés az mélyebb lesz, és akkor tényleg az egyetemes magyar sportot azon nyomba, kérem, minőségi szinten is segíthet. A tervek szerint jövőre is megszervezik a Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokságot.